A családok védelméről szóló törvénnyel kapcsolatban nagyon sok kedves csacskaság jelent meg, különösen a bulvár sajtóban. Ezek közül kiemelkedik az a mondat, hogy a KDNP engedelmességre kötelezni a gyermekeket. Szerényen megjegyezném ezzel kapcsolatban, hogy a ma hatályos törvényekben is szerepel a szülő-gyermek kapcsolat, többek között a családjogi törvényben, illetve a gyermekek védelméről szóló törvényben. Ez nem új keletű, és a normális emberi kapcsolatok részéről van szó. Ha gazdasági gondjainkat nem sikerül megoldani, akkor a magyarok szegények lesznek. Ha a népesedési gondjainkat nem sikerül megoldani, akkor szegények sem lesznek, mert nem lesznek. Tehát fontos törvényről van szó, és reményeink szerint az ifjúság előbb-utóbb a család alapítást az egyik legfontosabb feladatának tekinti. A kormányzatnak, a politikának pedig az lesz a dolga, hogy a lehetőségeket megteremtse ehhez. A családok védelméről szóló törvény definiálja a család fogalmát. Ezt kétféleképpen teszi. A preambulumban a teljes családot próbálja megrajzolni, és a szövegben arra törekszik, hogy azt a minimumot kimondja, ami már családnak tekinthető, éppen azért, hogy a gyermekek támogatása ennek alapján megtörténjen, tehát ne tegyünk különbséget gyermek és gyermek között. A leszármazás alapján legalább két személy, egyenesági rokonságban levő két személy alkotja a családot, vagyis egy szülő és egy gyermek. Természetesen az örökbefogadás is ennek számít, illetve utána beszél arról, hogy a gyermektelen házaspárok is családnak minősíthetők, de az előbb említett szempont, tehát a gyermektámogatás az előbbire vonatkozik. Ez egy olyan kétharmados törvény, ami keretet ad a következő törvénykezési folyamatnak, és most átadnám a szót Lubowski képviselőnek. A frakciók közti megállapodás szerint a kereszténydemokrata frakció vállalta Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló törvényjavaslat elkészítését. Ezt elkészítettük, be is adtuk az országgyűlésnek. Törvényjavaslatról annyit szeretnék elmondani, hogy alapvetően a törvényjavaslatban a ma hatályos kitüntetésekkel kapcsolatban újdonság a becsületrend bevezetése, a többiek azok megmaradtak változatlanul. A Magyar Köztársaság érdemrendje érdemkeresztje, megmaradt a korvillánc, ismét bevezetésre kerül a Szent István rend, de ez se hagyomány nélküli új dolog. A módosító indítványok 90%-a szövegpontosítás, kizárólag a szocialista frakciótól. A Szent István renddel kapcsolatban csak annyit támadnak, hogy a törvényjavaslat úgy szól, hogy a Szent István renddel feleleveníti Magyarország a Mária Terézia által alapított rendet, és arra hivatkoznak, hogy ennek a történelmi hivatkozásnak nem kellene a törvény szövegébe szerepelni, tehát magát a rend megújítását ők sem ellenzik. Szintén az alaptörvényünk rendelkezett úgy, hogy az állami zászló a háromszínű, és ezt pontosan leírja, sőt az alaptörvény elmondja a színek értelmét is, ami ez eddig nem szerepelt. A történelmileg elfogadott módon ettől eltérően is lehet használni. Itt utalnék arra, hogy én is annak voltam a híve, hogy az állami ünnepségeken a magyar címerrel ellátott nemzeti zászló szerepeljen. Ez lehetőséget biztosít a jövőben, és ha bármelyik magyar külképviseletre elmennek, minden nagykövetünk háta mögött a címerrel ékesített magyar zászló áll a dolgozó szobájába az egész világon. Én itt elsősorban a kitüntetési rendszer kapcsán szeretnék egy-két gondolatot említeni. Talán a Szent István renddel kezdeni. Ugye ezt a kitüntetést 1764-ben alapította Mária Terézia magyar királynő, hangsúlyozott a magyar kitüntetésként 1918-ig. A legmagasabb polgári érdemrendje volt az a Habsburg-birodalomnak, osztrák császárságnak, illetve az osztrák-magyar monarchiának. A belföldi kitüntetettek esetében
Hát körülbelül az kétharmad a magyarországi, tehát a Magyar Szent Korona országhoz tartozó területekről származó kitüntetett mindvégig elég magas arányban, és csupán egyharmad a Lajtán túli területekről származó kitüntetett. Ez a kitüntetés csoport különösen a 19. század elejétől, közepétől a külföldi reprezentációs adományozásoknak a fő iránya is volt, és elsősorban ugye a nagy keresztet nagy számban adományozták külföldi uralkodóknak, illetve uralkodászak tagjainak protokollális alapon. A kitüntetés 1918-ban megszűnt. Itt utalok arra a problémára, hogy Horthy Miklós kormányzósága kezdetben meglehetősen nehéz helyzetben volt a kitüntetések alapítása tárgykörében, ugyanis ez az uralkodói felségjogtól eltérő kormányzói alapjogokban nem tartozott bele. És csupán a 20. évforduló nagyjából, ugye 1918-1938, az az időszak, egy teljesen más korszak már természetesen a két világháború közötti Magyarország történetében, amikor éppen a Szent István emlékév kapcsán alkalmasnak tartja az akkori rendszer az időpontot, a Szent István megújítására. Tehát 1938. augusztus 20-ától újra van Szent Istvánrend, egyébként a Mária Terézia rendet is megújítja az akkori rend. A II. Világháborút közvetlenül követő köztársasági időszakban is felmerült a rend megtartása, de ezt aztán elvetették, ez csak levéltári anyagban szerepel, viszont a későbbiekben, ugye különösen a rendszer korszakváltás időszakában folyamatosan fölmerült rend megújításának a szükségessége. Korábban adományozott Szent István rendeket a magyarság érdekeiért adományozták azért többé-kevésbé a külföldieknek is. Ez vonatkozik ebben a 38 és 44 között kiadott időszakra is. Tehát ezt azért kiemelném. Nyilván bármilyen kitüntetést tanulmányozunk, rendjelet tanulmányozunk, nyilvánvaló az adott korszak politikája köszön vissza az adományozási gyakorlatot figyelembe véve. Ugye fölvetődött a kormányzat oldaláról egy teljesen új kitüntetésnek a megtervezése, és ennek a becsületrend nevet szánták, és ez a becsületrend néven kerül kiadásra. Ugye a tradíciókat továbbvigyük. Mindenképpen kihangsúlyoznám, hogy a falerisztika világában, tehát a rendjel és kitüntetés tan világában a régiségnek van igazán értéke, mint ahogy a címer, vagy a zászló, vagy egyebek esetében is. Tehát ez mindenképpen a hagyományokhoz, a hagyományoshoz való visszatérést jelenti, jelentheti.